kötelező győzelem előtt a karthagi csapat. Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket 2016-ban utoljára innen a Ligetúti sporttelepről. Szeretett csapatunk a negyedik helyről várja a 15. forduló mérkőzését, mai ellenfelünk pedig a 12. helyen tanyázó Rákóczi Falva SE együttese lesz majd, csak a rendkedvéért a miénk szerepelnek. Ebben a zöld-fehér összeállításban a vendégek pedig piros-kékben vágnak bele a csatába. Egyértelműen a karcaga mérkőzés esélyese, csapatunk jó formában van, utolsó 6 meccséből 5-öt megnyert az orosz legénység, és csak jászárok szállástól kaptunk ki. A múlt héten megvívtuk az ősz egyik legfontosabb meccsét is, a kisújszállás elleni rangadót, a kunsági El Clasicón pedig Székely, valamint Rózsa góljával nyertünk 2-0-ra. A harmadik percben, illetve 3-mal a vége előtt is betaláltunk, így alakult ki a 2-0, egy könnyed, magabiztos sikerrel vágtunk vissza a tavaszi vereségért a kisújszállásnak. A Rákóczi Falva velünk ellentétben kevésbé jó paszban, múlt héten 3 vereség után sikerült győzniük, 4-2-vel fektették Kétvára a Fegyvernek csapatát. Azonban elég kiábrándító az ősz, eddig a vendégeknél zsinórban 5 bajnoki vereséggel kezdték a szezont, azóta pedig próbálnak kapaszkodni. Mindez idáig 4 győzelem, 1 döntetlen, valamint 8 vereség a csapat neve mellett, így sikerült összegyűjteni 13 bajnoki pontot. A kiesés elől menekülhetnek, de egy jó tavasszal könnyen benn maradhatnak, hiszen hátul azért a Kunszentmárton kisújszállás Tiszaföldvár trió, még a Rákóczi Falvát is alulmúlja. Koncentráljunk azonban inkább a mérkőzésre. Rögtön egy baloldalra kivágott labda. Nem sikerül azonban gólhelyzetbe kerülni középen Bukovszkinak. Furcsa, de Daninak nincs még gólja idén. Ma 9. alkalommal játszik, azért sérülés miatt ő is kiadott egy kis időt a bajnokság elején. De mégsem ezt szoktuk meg tőle. Tavaly 10 gólt rugott, előtte volt 2x7, 8, illetve 10 gólos idénye is. Idén egyelőre úgy néz ki, hogy majd tavaszra tartogatja a góllövő cipőt, de jó lenne, hogyha például ma is góllal, gólokkal tudná segíteni a csapatot. A jászárok szállás elleni vereség után Orosz István elmondta, hogy bár 4 papírforma mérkőzés van a csapat előtt, azért a 12 pont megszerzése igencsak nehézkes lehet. Ennek ellenére igen jól muzsikál a gárda. Nem sokkal, de mindig nyerünk. Jász kísért 1-0-ra, Tószeget 2-1-re, és ahogy említettem, múlt héten kisújszállást pedig 2-0-ra vertük az elmúlt hónapban. Ígéretes pozícióból a 3. perc végén jöhet a karcagi szabadrugás. Középen nagy a tömörülés. Szűke Robi feje a legmagasabban, ez azonban kapura megy, és egy bravúr rögtön a meccs elején, Hadad Rabi. Úgy néz ki, hogy sikerült bemelegednie, most kellettek a reflexek, kellettek a rugók, és odaért a léc alá. Igen, kellemetlenül vágódott le Szent Annai szabadrugása. Most már ő dob. Orosz. Szívós. Szívós Gyula. Ő is hosszan indít. Ez most sokkal könnyebb a Rákóczi Falva kapusának. Mindössze 2 meccset hagyott ki Hadad Rabi a kapuban, egyértelműen ő az alapkapus, és rendre az ő nevével kezdődik a Rákóczi Falva összeállítása. Nálunk már nem ilyen egyértelmű a kép a kapus poszton. Ma éppen Belényesi László áll a vonal előtt, 5. alkalommal a szezonban. Orosz István 3 portásnak is lehetőséget adott az ősszel. A Gócs védte a legtöbbet.
Székely teszi tovább. Újabb pardobás. Orosz. Bátran lépett át a Rákóczi falva tér felére. Egészen a 16-osig kísérte a támadást. Pálinkás Donát játékvezető pedig megállítja a játékot. Egy karcagi maradt a gyepen. Szőke Robi az. Nem kezdődik jól számára a találkozó. Pedig ő a 15. fordulóig várt, hogy először ott legyen a kezdő csapatban. Eddig mindösszesen csereként lépett pályára, úgy viszont 10 alkalommal is. Terjék. Nincs ma a keretben. Így pedig Szőke utat talált a csatárposztra. Túloldalon is vannak fontos hiányzók, nincs itt Szakali, valamint Oroszpál. A csapat magja azért elutazott Karcagra, de ott van a kezdőben az a Kácser István is, aki a mai napon játssza első bajnoki mérkőzését a szezonban. Kocsis. Jó indítás, és már a 16-oson belül mellé gurítunk Erdei révén, de még ezer szerencse. Kihagyta ugyanis az ordító Zitzert. Játékvezető segítője Szabó József pedig már lengette az asszisztensi zászlót. Erdei bizony lesen tartózkodott. Idegenben sem muzsikáljon a Rákóczi falva. Mindössze 4 pontot sikerült begyűjteniük vendégként. Egy győzelem, egy döntetlen. A többi mind vereség. Ez a második leggyengébb idegenbeli mérleg a bajnokságban. Van még hova fejlődni tehát. Belényesi gyorsan elvégzi a kirúgást. Erdei pedig indítana. Igen, pontatlan volt a labdája Kupainak. Szívós. Székely. Kocsis tovább teszi, aztán pedig egy igen komoly szerelés. Hát hatásos volt, a labda eltűnt onnan, viszont kicsit sportszerűtlen is, úgyhogy játékvezető a karcagiaknak ítél szabad rugást. Igen, sokat megélt a csapat már ebben a szezonban, és Orosz István gyakran elmondta a mérkőzések utáni értékelésében, hogy bizony azért az erőnléttel néha lehetnek gondok. És nagyon várja már majd a téli alapozást. Ez is egy veszélyesen beérkező labda, megint lemaradunk róla. Ez nem talált kaput, Szent Annai pedig ezt is élesen lőtte oda. A hosszú oldalon Szőke, illetve Bukovszki sem időben érkezett. Nyitrai. Szoboszlai ballal egyből vissza akarta tenni. Nem volt azonban jó a csapatkapitány megmozdulása. Ő az egyik azon Rákóczi falvi játékosok közül, aki minden mérkőzésen kezdett a bajnokságban. Rajta kívül csak Ruskó Zsolt jegyezheti meg ugyanezt magáról. A két rangidős, egyikük 42, másikük 43 esztendős. Ők egyengetik a pályán a fiatalok játékát.
Nálunk négyen vannak ilyenek, akik mind a 15 bajnokin ott voltak a kezdő csapatban. Három védő, orosz, Szent Annai, valamint Szívós Gergő, valamint Erdei Tibor. Újabb karcagi sarokrugás. Ez is jól kanyarodik, ez most a rövidre érkezett, sikerült azonban tisztázni, és úgy néz ki, hogy föl is szabadítja a kapuja előterét a Rákóczi falva. Így biztosan föl fogják tudni, hiszen Szent Annai szabálytalankodott. Rákóczi falvi szerencsétlenség, hogy úgy tűnt, elsőre elszórják a gyors indítást. Suta megoldás, Nyitrai labdája nem is jutott el Ruskóig. A karcagiak pedig szép egyérintővel passzolgatják ki ezt a néhány Rákóczi falvi támadót. Kicsit rövid volt, sikerült megmenteni azonban. Nyitrai nagyot kap Szent Annaitól. Népés előnyben volt a 18 éves csatár, Szent Annai pedig nem érte el a labdát. Nyitrai egyébként a múlt héten két góllal vette ki a részét a fegyvernek legyőzésében. Mindenképp érdemes lesz rá odafigyelni. Az volt a második, illetve harmadik gólja a szezonban. Ezzel is egyébként a házi góllövő lista második helyén áll. Csak Ruskó Zsolt lőtt nála többet. Ő 8-szor volt eredményes. Egyébként nálunk is nagy a szakadék. Az első és a második között a góllövő listán Székely Dávid 14 találattal a bajnokságban is, az élbolyban. Utána Szőkének van 3 gólja. Nem jön rosszul az a szabadrugás. Erőből lőtték középre. Játékvezető azonban kiszúrtotta bolyban egy olyan kis lökést, amit úgy gondolta, hogy érdemes lefújni. Megúsztuk komolyabb gond nélkül. Aztán egy újabb falt. Jó lenne, hogyha nem menne át a mérkőzés ilyesféle rugdosódásba. És hát azért a szurkolók sem biztos, hogy örülnek, ha ilyen gyakran széttöredezik a játék. Szívós Gyula. Erdei játszott volna össze Szent Annaival. Orosz pedig inkább visszateszi Szívósnak. Az utolsó karcogi mezőnyjátékostól indulhat a támadás. Kupai. Lukovszki teszi szélre. Jól járatjuk a labdát, csak éppenséggel nem jutunk közelebb a Rákóczi falva kapujához. Orosz. Elszórja, nem értették meg egymás Szent Annaival, akit aztán ügyes csellel csap be Nyitrai. Most Kácsér kapott. Ő is alapembere a Rákóczi falva csapatának, mindössze 23 esztendős. 13. alkalommal van ott a kezdő csapatban. Nagy volt a labda, Szoboszlainak pedig tökéletes. Ajándékba kapta, aztán megeladta. Nagyás hibáiból most a csapatok. Ritka, hogy 3-4 passzis csapattárshoz kerüljön. Kupai.
csapatfőnöke elindult volna. Sokan a nézőtérről úgy látták, hogy ez bizony nem volt les. Szabó József lengetett, és kiretes helyzetben másodszor már a találkozón, de megállította a karcagi akciót. Pók foci, előny szabályt jelez a játékvezető, Szívós Gyula pedig eladja, nem fújja vissza, Pálinkás. Orosz. Szívós. Fönnakadt egy pillanatra Kómáron. Aztán határozottan szereli Szoboszlait. Kocsis. Újabb pontatlan indítás. Kocsis megalkuvást nem tűrő játékára nagy szükség van a csapatban. Szezonban nem egyszer kiérdemelte az elismerését a szurkolóknak. Amikor megkapja a lehetőséget, Kocsis rendre igyekszik bizonyítani. Kácser! Vissza a kapusnak. Ő meg egyből oda a fél pálya magasságára. Megint áll a játék. Ez eddig eltert 16 és fél perc alapján, igen, szőrös szívű játékvezetővel van dolgunk. Kácser István a labda mögött, ritka pillanat, hogy szinte minden mezőnyjátékosnak arcagi térfélen. Erdei. Újra síp. Most fordított szereposztás, a karcagiak rúghatnak. Szívós. Remek labda. Szőke még, és átemeli, ott a vezető gól a 18. percben. Szőke Robi révén megszerzi az előnyt a karcag. Székely Dávidtól kapott remek indítást. A labdakezelés kicsit szerencsésre sikerült, de előtte maradt. Utána pedig nagyon higgadtan emelte át a kapujából kilépő Hadad Rabit. 1-0, megvan a vezetés. Igazából úgy is mondhatnánk, hogy a semmiből pontrugások után veszélyeztettünk itt-ott. De az első komoly akcióhelyzetet sikerült gólra váltani Szőke révén, akinek megvan a negyedik gólja. És találattal hálálja meg azt, hogy a szezonban először bekerül a kezdő csapatba. Szőkének egyébként a gólszerzés csak hazai közönség előtt megy. Kunszentmárton, Jászfényszaru, valamint Tószeg ellen volt eredményes. Valamennyi alkalommal itt a Liget úton. Egyet tovább, nem indult érte Kocsis. Utána meg, amikor már ment, esélye nem lett volna megszerezni a lasztit. Amennyiben itt ma nyer a csapat, az biztos lenne, hogy legalább a negyedik helyen telel. Aztán a győzelmünk mértékétől, illetve egy esetleges törökszentmiklósi vereség nagyságától függően még akár a dobogó legalsó fokára is fölérhetne a csapat. Jó volt a
hosszú indítás. Még mindig mi szlalomozunk a Rákóczi-Falvi játékosok gyűrűjében. El is jó beadás, és hiába bombázza be Szőke. Újra lesen állítják meg. Nagy kár érte. Egyelőre valahogy a csatáraink nem érzik ma ezeket a szituációkat, és egy hajszállal is, de mindig előrébb a kelleténél. Szoboszlai. Nitrai. Cserre biztatják. És hiába tartja meg. Pálinkás újra fúj. Szoboszlai a labda mögött. Társat talál a 16-oson belül. Nyitrai. Az már lövőhelyzet, el is tekeri. Belényesi jöhet kirúgással. Nem volt igazán veszélyes a löket. Ennél jobban le kellett volna szorítani. Szent Annai. Szívós. Elszórjuk, Orosz beleáll. Kisegítette a társakat. Hiába az előny, koncentráltan kell futballozni. Nem szabad elhinni a 22. percben, hogy megvan a győzelem és megvan a 3 pont. Erdeit lefejelik. Nyitrai. Szeberényi vágja ki. Szívós Gergő. Ő is hosszú indítással próbálkozik. Egyelőre ez most jobb, mint az előzőek. Sajnos csak eddig a pillanatig. Szívós. Érthetetlen megoldás Kupaitól. Orosznak kell érkezni. Ruskó végig ott volt a nyakán. Nem lett belőle gond. Ruskó tavaly gólt rúgott itt a Liget úton. Akkor egy-egyet játszottunk a Rákóczi falvával. Találata akkor még egy nullás vezetést jelentett a Rákóczinak. Úgy egyenlítettünk ki. Oda-vissza x-eltünk az előző idényben. Rákóczi falván is egy-egyes eredmény született. Azt megelőzően azonban mind a 4 találkozón karcagi siker. Köztük egy 7-1 itt a Liget úton. Azon a meccsen Székely 3-at rugott, Szőke duplázott. És a mostani keretből még Szívós Gyula is betalált. A legtöbb gólt egyébként karcagi színekben Erdei rámolta be nekik. Ő 4 alkalommal is feliratkozott a góllövők közé. 2013-14-es idényben triplázott Rákóczi falván. Majd ugyanabban a szezonban a karcagi meccsen is betalált egyszer. Egyértelmű fölény ebben a párharcban. 17 lőtt gólunkra csak 4 Rákóczi falvi érkezett 6 meccsen. És hát most már megvan a 18. is.
Kácser, nyitrai. Nem lett volna rossz kényszerítő, Kácser Tamás azonban elcsúszott. Nem ő az első Rákóczi falvi játékos. Hát, hogyha a stoplikkal lenne valami gond. Szívós Gyula nagyon üres terület előtte. Nagyon sprintelt, hogy ennyire tisztán találhassa magát. A beadása azonban nem volt jó. Üres területet kerestünk ismét. Ez 16-oson belülről akár már kapu irányába is lehetett volna fordulni. Ruskó. Keményen megdolgozta Szívós Gergő. Jós a szabadrugás. Kácser István. Tavaly négyszer játszott. Idén most először 43 esztendős védőről van szó. Ő is azért jócskán fölfelé húzza az átlag életkorát a vendégeknek. Pedig vannak néhányan, akik akár a gyermekei is lehetnének. Két 17 esztendős játékossal a kezdőben játszik a Rákóczi falva. És hát az eddig nagyon aktív, most is kapura lövő nyitrai is, még mindössze 18 esztendős. Szoboszlai. Lőhelyzetet keres, megtalálja. Belényesi azonban pontot állt. Könnyedén dől rá a labdára. Most már neki is kellett valamit mutatni. Zsinórban 4 fordulón keresztül állt ő a kapuban. Az 5 és a 8. forduló között. Törökszent Miklóson, Fegyvernek ellen, Tiszafüreden, valamint Szajol otthonában védett. Ez tehát a második olyan mérkőzése Belényesinek, ami hazai közönség és tévé kamerák előtt zajlódik. Szoboszlai. Megint a játékvezető a főszerepben. Szívós Gyula szerint ő nem volt szabálytalan. Pálinkás Donát viszont pont, hogy ellenkezőleg látta a szitút. Beadás, de akár lövés is lehet belőle. Nagyon méregetik a távot a vendégek. Szoboszlai lő, kapura. Másodjára meg is van Belényesinek. A múlt heti kunsági rangadó olyan körülmények között zajlott, amilyenre rég volt példa. Porcsalmi Lajos sportelep a hatalmas esőzések miatt használhatatlan volt. Így a kisújszállási B pályán rendezték meg a derbit. Amin aztán végül is a csapatoknak nem csak egymással, hanem az esővel, illetve a hatalmas sárral is meg kellett küzdeni. Így is sikerült fölülkerekedni a kisújjakon. Akik bárben maradtak a Turkeve visszalépésének köszönhetően a megyei első osztályban, de idén újra nagyon komoly a veszély, már ami a kiesést illeti. Szent Annai. Szívós elhozza orosz elől, de jó döntés volt. Ketten is támadták volna őket. Hát a gólunk óta nem sziporkázunk. Rögtön a találatot követően jött az a szőke les helyzet, amit bár bebombázott a kapuba, de így érvénytelen volt. Azóta pedig abszolút a mezőnyben gyűrik egymást a csapatok, sok hibával játszva.
gyakorlatilag izgalmak nélkül. Nagy mentés volt Kácsertől. Szőke aztán picit húzza a lábát, ütköztek. De már a center pozíció felé battyog Szőke Robi. Karszagi szabadrugás. Pálinkás sas szemű. Szent Annai a labda mögött. Itt azért nem azt szoktuk meg, hogy jobb hátvédben focizzon. Egyelőre azonban gond nélkül hozza a feladatot. Nyitrai. Elveszti a labdát, a játékvezető meg visszafúj egy szabálytalanságot. Rendkívül sokat áll a játék. Néhány külföldi stadionban vannak olyan rendszerek, amelyek nem csak százalékos arányban mérik, hogy melyik csapatnál mennyit van a játékszer, hanem azt is megmutatják, hogy az egyes felek másodpercben, percben mennyit birtokolták a labdát. Hát itt ma az üres játék dominálna, amikor egyáltalán nincs is játékban a labda. Szent Annai. Most az ő bokáját rúgták össze. Nyitrai elnézést kért. Szent Annai kicsit mérges. A 33. perc. Elég mélyre sikerül a szabadrugás. Adadrabi pedig könnyedén húzza le. Semmi meglepetés, újabb szabadrugás következik. Az ennyire nem kemény a meccs. Ki kell húzni a Rákóczi Falva játékosát. Kácser. Szőke. Kocsis. Jó csel. Persze meg innen volt társ. Kocsisnak is van két gólja a szezonban. Még a 9. körben Csépa ellen duplázott. Csak 3 meccset hagyott ki. Koszkisz Szőke iramodik meg. Kisegíti azonban Szeberényi Kácsert Tamást, aki egy kicsit elmaradt most a bal hátvéd pozícióból. Szeberényi még. Bukovszki belelép. Kapus jöhet majd kirúgással.
nyitrai bent tartja. Ruskót meg meghúzták. Szoboszlai végezhet el szabadrugást, majdnem a félpályáról. Ott hagyja inkább. Szeberényi íveli föl. Eddig volt a vendégeknél. Szőkem, hiába mondták neki, hogy hagyja ott, elvégezte. És majdnem így kerültünk helyzetbe. Hatalmas ütközés közben a 16-oson belül. Hát a kapus úgy jött, hogy egy kapusnak jönni kell. De már majdnem a vonalon így leütközni egy játékost. Szerencsére nincs komoly baj a Székely Dávidnak. Pedig innen messziről sem tűnt túl finomnak ez a belépő. Tehát kemény fából faragták Székelyt. Szerencsé, hogy nem volt túl hosszú a sérülése, és mindössze két találkozót kellett kihagynia idén. Szívós. Szőke kapura. Nagyot repült Hadad Rabi. Nem biztos, hogy kaput talált volna egyébként ez az alsóba érkező löket, de így érezte biztosnak a portás. Ez volt az első nagy védése. Szent Annai elcsúszik, így is veszélyes azonban. Talán Szőke Robi sem hitte el, hogy valahogy az ő lábánál köt majd ki a labda. Annyian álltak előtte. Gyakorlatilag csoda, hogy egyáltalán bekeveredett oda középre. Kár érte. Nyitrai. Lehet lőni. És egy hatalmas kapufa. Szoboszlai köszönte szépen, és kis hián beragasztotta a bal felsőbe az egyenlítő gólt. A karcagiak most picit megfagytak, Belényesi lába is földbe gyökerezett. Szerencsére nem kaptunk gólt. A 40. percben járunk, továbbra is 1-0-ra vezet a karcagi együttes Szőke Róbert góljával. Szépségdíjas mozdulattal emelte át a kifutó kapust. Szent Annai. Kupai. Nem jó a lövés. A
Lehet, hogy a csapatok már a téli szünetet várják. Annyi bizonyos, hogy igen szenvedős eddig a meccs. Orosz is simán kivágja ezt a labdát. Az is lehet, hogy a csípős novemberi hideg, ami zavarja a csapatokat. Hát na, ebben a bajnokságban most nincs előrehozott forduló tavaszról. Kezdődik tehát újra az egész. A 16. fordulóra majd várhatóan február végén, március elején kerül sor. Szőke nem tud megindulni, hiszen teljesen egyedül volt karcagicként a Rákóczi falva tér felén. Most azért lemaradtak a társak. Szent Annai ennek próbálta bent tartani és még maga elé is tenni. Aztán a helyén lehetne indulni. Szívós Gyula meg elszórja a labdát. Szoboszlai. Ő is visszaadja. Szőke. Jó beadás, kapura lehet fordulni. Még egy sem, most a lövés. Kapu mellé 8 méterről nem sikerült eltalálni a ketrecet. Pedig jobb lett volna két góllal pihenőre menni. Marad az egy gólos előny. Kupai visszarúgja. Kácsár meg visszaviszi. Újabb elcsúszás. Ez is szabad rugás lesz. Nincs meg az összhang nálunk. Ha a túloldalon egyébként meg lenne. Szezonvégi forma mindkét oldalon. Belényesi kocog vissza a labdával, a nagy hidegben még labdaszedők sincsenek. Erdei. Szőke elindítja Kupait. Nem volt elég gyors most Kupak. Kácsár. Bedobásra tisztáz. Hamarosan lepereg az első félidő rendes játék ideje.
Különösebb oka nincs a játékvezetőnek hosszabbítani. Ő is így gondolja, lefújja. A Karcag Rákóczi Falva megyei első osztályú bajnoki találkozó első fél idejét Szőke Róbert 18. percben szerzett góljával 1-0-ra vezet csapatunk. Egy igen nyögvenyelős, már-már mondhatni unalmas mérkőzésen, amelyeink többször is közelebb voltak a gólhoz. Szoboszlai révén azonban a vendégek is megzörgették egyszer a keresztlécet, úgyhogy nincs még lefutva a találkozó. Remélhetőleg második félidőben hatékonyabb helyzet kihasználással idő előtt eldöntjük majd a három pont sorsát. A helyszínen tombol a sorsolás, a kedves nézők is fújjanak egyet, aztán pedig várjuk vissza önöket a második félidőre. Eredményünk egy üveg bor, Vörös Székely Sándornak a felajánlásaként. Mindjárt mondom a számot. Hát igen, megkúzás. Sárga 21-es.